Példaértékű a három ország településeinek több mint egy évtizedes kapcsolata. Bihar-Tordának és Torontál-Tordának azonos számú, közel 1000 lakosa van. Aranyos-Tordán 48 ezeren élnek, abból valamivel több mint 2000 magyar. A legnagyobb közös rendezvényük a tordai est. Nagyon örülünk, hogy még mindig vagyunk tordaiak. Nem csak mi, Magyarországon is, Romániában is. És nagyon szívesen várjuk őket. Mindig telt házzal fogadtuk. Minden egyes előadást. Több hasonló nevű, de más országokban fekvő magyar lakta település van a Kárpát-medencében. Mi megtaláltuk azt a gyökeret, azt a lehetőséget arra, hogy összefogjunk, találkozunk és egymást erősítsünk hitünkben, nemzetiségünkben, identitásunkban. A határ másik oldalán élő magyarok így megismerhetik, ki hogyan őrzi hagyományait, kultúráját, a magyarságát. Körbe lehet menni, hogy ezt a települést milyen anyanyelvű települések veszik körbe. Megmaradni magyarnak, ilyen tisztán beszélni ezt a nyelvet, ezt a kultúrát, ez nem egyszerű dolog. Az aranyos-tordaiak ezúttal a néptánc csoportjukkal mutatkoztak be. Van egy önálló magyar iskolánk is, a Józsika Miklós Elméleti Liceum. A diákjaival szoktunk fellépni minden évben, hármas találkozón itt önöknél, és próbáljuk hagyományainkat őrizni, néptánc csoportunk van, kórusa van az iskolának, akkor van egy színház is. A rendezvényt Hajnal Jenő, az MNT elnöke nyitotta meg. Kárpát-medence három tordája egymásra talált, ezen belül pedig a házigazdák azt az értéket, azt a tehetséget mutatták föl, amely mert arról szól, hogy a Durindor és a Gyöngyösbokrétára nagyon-nagyon készülnek. A tordai est az elszármazottak találkozója is. Juhász Antal 17 éves korában költözött el szülőfalujából. Nagyszüleim itt vannak a temetőbe eltemetve, tehát hazajövök, meg sírokat rendbehozom, szomszédokkal beszélgetünk egy kicsit, és aztán elmegyek haza. Az idei tordai művelődési napoknak még egy rendezvénye lesz. Március 20-án az Újvidéki Színház társulata a Kukorica Jancsi című előadást mutatja be.